Szabófalváról olcsángósan szólva visszatepelődtünk Bákó alá Lujzikalagorba, ahol sorban értek minket a meglepetések. Az első akkor, amikor bésűrítettünk Solomon Adrián azóta lemondott Csángó szövetségi elnök házához, és elsőre el sem akartuk hinni, kit látunk ott a kerti asztalnál. Hegyeli Attilától azt hallottuk, hogy 5 esztendővel ezelőtt kapták együtt a Széchenyi Társaság díját, és akkor megígérte neki, hogy eljön Csángó földre. Hát szavatartó ember. Mi hozta ide? Hát ez valóban együtt kaptuk ugye a Széchenyi díjat, egymás mellett ültünk, és hát ugye beszélgetés folyamán ugye előkerült, ugye, hogy hol van, mint van, hol lakik, és hát természetszerű volt én részemről legalábbis az, hogy mondtam neki azt, hogy, és megígérve azt, hogy hát mivel egy nemzetközi gyermekmentővel járok már évek óta ki ide Erdélyben, hogy akkor átugrok ide Csángókat is megnézni, meg hogy vannak, mint vannak, mert hát az én magyarságom az azért megköveteli azt, hogy a világ bármelyik részén magyar ember van, ha egy mód van rá, akkor az ember találkozom vele, megismerje a szokásaikat.